éppen támfalat építenek az Aliszkabau ZRT munkatársai. Hiába van hőség, az építőiparban dolgozóknak el kell viselniük az olykor embert próbáló időjárási körülményeket. Az extrém meleg napokon a vállalkozás fokozottan odafigyel a munkásokra. Többek között akár óránként tartanak szüneteket, de naptejet is biztosítanak az alkalmazottaknak. Mi a cégnek korlátlan mennyiségbe biztosítjuk a hűtött ásványvizet, és ezeken a napokon a munkaidő beosztásán is egy kicsit változtatunk, a munkát hamarabb kezdjük, tehát a munkaidő hamarabb kezdődik, hamarabb fejezzük be, és sűrűbben rendelünk el, vagy iktatnak be a kollégák pihenőidőt. A hőségben történő munkavégzés rendkívül megterheli az emberek szervezetét, ezért a cégeknek fontos megelőző intézkedéseket kell bevezetniük. Legfontosabb a folyadékpótlás, a munkáltatónak kötelessége a munkaterületen dolgozóknak ivóvizet biztosítani, ami megfelelően hűsít, tehát legalább 14-16 Celsius fokos. Védőitalon túlmenően a munkáltatónak munkaszervezési intézkedésekkel pihenőidőt is kell biztosítani a munkavállalók számára, és törekedni kell arra, hogy a pihenőidőt a környezeti hőmérsékletnél hűvösebb térben tölthessék el a munkavállalók. Ez megvalósítható szabadtéri munkavégzés esetén a munkavállalók gyakori váltogatásával annak érdekében, hogy egy-egy munkavállaló ne tartózkodjon huzamosabb időn keresztül a tűző napon. Annak érdekében, hogy ezek a megelőző intézkedések valóban eredményesek legyenek, elengedhetetlen a munkavállalók oktatása a hőártalmakról, illetve arról, hogy milyen jelek alapján ismerheti fel a dolgozó, hogy például napszúrást kapott.